alatt az én falum, én laka. Ott fehérlik az én babám szép lakja, a határa sivár kopár kőverem. A faluban te sok szép kislány terem. Firtósi szírt alatt forrás csörgedett, az én szívem a rózsámért epedett. Olyan tiszták a forrásnak habjai, mint szívemnek érted égő vágyai. A Firtos hegy oldalában, egy eldugott völgyben kis falu rejtőzik. Én laka. Még a templomtorony teteje is csak akkor bukkan ki a fák koronája közül, ha már szinte beérünk a házak közé. Több szempontból is különleges hely ez. Kacskaringós, egymásba visszaforduló kis utcáin, a megszokott kutyák, macskák, tehenek mellett akár egy bivajcsordával is szembe találhatja magát a látogató. Ha nem ismerjük a helyet, könnyen elkeveredhetünk itt, mint az egyszeri vándorkereskedő, aki a mese szerint este beért a faluba, majd egész éjszaka hajtotta a lovait, mégis én lakán érte a napfelkelte. Bár a falu távol esik a főutaktól, megközelíteni azért nem olyan nehéz. Ha valaki veszi a fáradtságot, hogy ellátogasson ide, biztosan nem fogja megbánni. Csodás kis házak között ősöreg gyümölcsfák, és mindenhol kedves, nyílt szívű emberek fogadják az idegent. Még Erdélyben sem szokványos jelenség, hogy az ember óriási, fekete, nagyszarvú állatokat lásson ballagni az utcákon. Itt azonban ez is mindennapos jelenség. Kolumbán Gábor bivajcsordája mára már hozzátartozik az én laki falu képhez. A hatalmas, első találkozásra talán még félelmetesnek tűnő jószágok azonban békésen ballagnak ki reggelente a legelőre, ezzel még vadregényesebbé téve a tájképet. Gazdájuk a rohanó, nagyvárosi életmódról váltott teljes fordulatot, amelyet elmondása szerint nem csak én lakának, de a bivajaitól kapott spirituális tanításnak is köszönhet. Aki meglátogatja, annak pedig szívesen ad a frissen fejt bivajtejből, ilyesmit bizony nem mindenhol kóstolhat az ember fia. Én laka számomra egy új élet kezdetét jelentette. Sok szempontból igaz, hiszen közvetlen a rendszerváltás után 1990-ben kerültem először én lakára. Addig csak annyit tudtam a faluról, hogy az első székely rovásírásos emlék itt található a falu templomának a kazettás mennyezetén. Ahogy ide látogattam, és valamit megéreztem a falu vonzó erejéből, varázsából, ami elég volt ahhoz, hogy utána minden vendégem, aki meglátogatott Székelyudvarhelyen, annak az volt a feladata, hogy engem elhozzon én lakára. A én lakán ilyenkor olyan a falu, mint egy tündérkert, mikor virágoznak a gyümölcsfák, és az ember az nem lát egyebet, csak pompázó gyümölcsösöket.
akkor döntöttem el, hogy én nekem itt házat kell vásárolni, és meg kell próbálni valamiféle létet kovácsolni. Akkor aktívan politizáltam, ezért el sem tudtam volna képzelni másképp, mint hogy hétvégeken vagy szabadságok idejére kikerülök én lakára, és akkor itt élem ezt a városi embernek a műfalú életét, vagy hát egyfajta ilyen nem teljesen hiteles dolog lett volna, most úgy látom. Megvettem az első házat, és neki fogtam javítani. A szívemre hallgattam, és ezért vágtam bele. Spirituális szempontból is az újjászületésem én lakához kapcsolódik. Elég racionális ember voltam akkor. Amit nem értettem, az nem létezett számomra. Tehát ilyen értelemben elég pozitivista filozófiát vallottam. Az első ilyen spirituális élményem itt volt én lakán, amikor megláttam egy teljesen felbújt, ilyen bozóttal, bokrokkal nőve, úgyhogy egy ilyen mesebeli hófehér ház volt, amikor beléptem az udvarra, akkor valami azt éreztem, hogy nekem, mintha itt lakna a lelkem. Mindig arra lyukadtam ki, hogy nekem én lakán kell valamit kezdenem, nem elég az, hogy az emberekbe tartom a lelket, és mondom nekik, hogy milyen szép ez a falu. Lassan megérett bennem az a gondolat, hogy valami gazdálkodást kellene beindítani. Kitaláltam, hogy lesznek bihalaim, mert szeretem őket, és úgy gondoltam, hogy 2-3 bihalat fogok vásárolni, és úgy elkezdem ezzel a kis építkezéssel, inkább csak így hobbiból. Azóta többször megerősödött bennem ez a tudat, hogy ezek az állatok sokkal többet tudnak, mint mi arról, ami a világban történik, és az a türelem, amivel ők viselik ezt a viszonyt az emberrel, az sokat lehetne belőle nekünk is tanulni. A Firtost körülvevő falvak egyik érdekessége, hogy szinte mindegyikben más-más vallás maradt meg. Míg Agyhám katolikusok, Küsmöndön reformátusok, Szolokmán emellett még szombatisták is élnek, addig én lakán az unitárius hitet vette fel a falu. A híres énlaki templomról biztos sokan hallottak már. Kazettás menyezetének egyik tábláján olvasható az unitáriusok jelmondata: egy az Isten, székely rovás írással felfestve. Már a római korban is templom állt itt. Innen őrizte egy helyőrség a közeli értékes sóbányákat. A temetőkertben az ősi sírkövek fölé magasodik egy 500 éves hársfa, árnyékában még egykori római légiósok is nyugszanak. Amikor a templomról próbálok beszélni, akkor vissza kell menjek a római korba. Itt a templom helyén
a római korban egy Jupiter szentély állott, és a magyarok bejövetele alkalmával, az, ugye az Árpád-kori rendelet, hogy minden 10 falun kell építsen egy templomot, akkor épült a római castrum köveiből az unitárius templom. Az 1976-os javításkor megtaláltuk ezt a római kori követ, amely IOM, tehát Jupiter Optimus Maximus, Rétor Firminus Firimanis, tehát az apa emlékére állította a fia. Több ilyen római kori kő van beépítve a templom a falába. Én laka a Firtos váraja és Firtos Martonos falvak népei építik ezt a templomot. A legrégebbi írott hagyomány az 1332-es évekből való, ez a pápai tizedjegyzékben található, amikor említést tesz erről az Árpád-kori templomról. 1661 és 1668 között készült el a most is látható kazettás mennyezet, és az orgona csúcsánál levő kazettában ott van a híres székely róvásírás, a magyar megfelelője, egy az Isten, Georgius Muzsnai. Érdekes, hogy nincs két egyforma kazetta, mindenik különbözik a másiktól. Az 1749-es emlék, amikor Szent Ábrahámi Lombard Mihály, unitárius püspök meglátogatta az egyházközséget, és akkor készültek a most is látható templompadok. A templom úrasztala 1758-ból való, amikor azt mondja, hogy ezt az úrasztalát készítette egy Istenét és Krisztusát szerető ember a kegyességnek munkája szerint az Énlaki Unitárius Eklézsiának 1758-ban. A templom nagy megpróbáltatásnak volt kitéve, ugyanis a Ceausescu időben kijelölték azokat a falvakat, amelyeket el kell tüntetni. Az egyes száma volt én laka. Ezért a templomért. De sokszor összegyűltünk, különösen a férfiak, és elbeszélgettük, hogy nem megyünk innen. Ha jönnek az erőgépek, akkor kifekszünk, kiülünk az erőgépek elé, hadd végezzenek velünk is. Istennek hála, hogy vége lett ennek a rémálomnak. Az unitárius vallás egyik fő tétele, hogy az ember, mint Istennek a gyermeke, szabadon él, meg van áldva értelemmel, érzelemmel, erős akarattal, és a mindennapi munkáját végezve építheti Isten országát itt a földi életben. A faló fogyó. És nem tudjuk, hogy megáll ez a fogyás, ugyanis a mostani faló az körülbelül 150 lerekes. Hogy mit hoz a jövő, azt nem tudjuk. Minden esetre tartjuk a lelket az emberekben, hogy talán egyszer eljön a feltámadás órája is. Én a firtosi pásztor gyereknek a megállapítását tartom a szem előtt, aki nagyot durrant, nagyot csattint az ostorával, és boldognak érzi magát. A firtosi
erdőfáit a vihar lehajtja. De eljön egyszer a felszabadulás órája is, hiszem és vallom, amikor egyenesen nőnek a fák az ég felé, és alatta boldogan ül az én laki székely ember. Mert én laka székely falu, és őrzi hagyományait. Nincsen olyan ház, olyan porta, ahonnan ne kísértem volna ki a temetőbe embertestvéremet. Ez óriási szám. Olyan emberek, akik vállukon viselték az egyházközség gondját. Holnap is lesz egy temetés, ez a 275. És elbúcsúzunk Róza nénitől. Én laka, a gazdag hagyományok, a kulturális élet. Az évszázadok óta megőrzött írásbeliség tekintetében is magasan kiemelkedő település volt. A kultúra bölcsője pedig mindenhol az iskola. Ez az iskola, amely itt fenn, a Firtos várában már 400 évvel ezelőtt is működött, mára mégis bezárta kapuit. Az utolsó tanító, Szávai Márton, ezelőtt 50 évvel még színdarabokat mutatott be az akkori gyerekekkel. Mára már nincs kit tanítani, nem maradt tanító sem. Az a néhány gyermek, aki itt lakik, etédre jár iskolába, az óvodások pedig vagy átjárnak a távoli Siklódra, vagy heti pár nap az óvónő jön át hozzájuk. 1958-ba kerültem ide fiatalon, átvettem akkor az érlaki iskola igazgatását. 1607-ben már iskola működött, mint a mai napig az összes tanítóknak a nyilvántartása megvan. Iskola birtoka az megmaradt egészen az államosításig. 18-ba vette át a román állam az iskolát, akkor, mivel állami iskola is volt, bevezette a román oktatást, román tanítóval, román nyelven, egészen 40-ig. 40-ben visszakerült az a kicsi 4 éves idő alatt újra a magyar államhoz. Utána pedig következett az a korszak, amelyik mindennel foglalkozott, fontos volt, csak itt az iskola nem. Ugye ez volt a politika városa, beözönlíteni a fiatalságot, de azok úgy elmentek, hogy vissza sem jöttek. Ezelőtt 60 évvel egy talpalatnyi föl sem volt fölhagyva műveletlen. Egy falu életébe, történetébe nagy változás, amikor a földműves ott kell hagyja a földjét. Én lakán az értékmentés egy különleges módja is folyik. Szávai Márton gyümölcsfa génbankja. Ő az, aki összegyűjtötte az ősi fajtákat, amelyek mentesek még mindenféle betegségtől, amelyek úgyis ízletes gyümölcsöt teremnek, ha évekig nem gondozza őket senki. Mégis alig találni már belőlük egy-egy öreg példányt a határban, ki tudja, mennyi különleges fajta veszett már oda az évek során. De az idő minden bizonnyal meghozza majd ennek a munkának is a gyümölcsét. Bár a facsemeték még alig-alig fordultak termőre,
világszerte már most sokan állnak sorban a magjaikért. Nekem régi szenvedélyem volt, s tanítottam is a gyümölcsészet. Már az első alkalommal, mondjuk helyismereti felmérést illetően, fölmérettem a gyerekekkel hányféle almafa, gyümölcsfát ismernek, és akkor meglepődtem, hogy milyen sok van. Engemet az érdekelt, hogy azok a gyümölcsfák, amelyek gyermekkoromban megvoltak a mi kertünkben is azról elkerülve, azok kivesztek, nem oltott senki. És rájöttem arra, hogy ho-ho, azt még egyszer nem tudjuk pótolni, ami például nem tudom, itt egy almafa volt, egyebütt nincsen, és ha erről nem oltunk egy másikot, akkor kivesz, mert jó, hogy génmanipulációk vannak, génkezelt növények, agyon vegyszerezett növények, de ennek a böcsülete valamikor meg kell, hogy jöjjön. Rendszereztem 81 fajta almát, hogy melyiket miért termesztették, miért tartották, melyik kellett étkezési gyümölcs legyen, megkezdve a július végétől egészen megtartson a másik évben júniusig, leszedése után érjen, és azután jön meg az ízze neki, legyen egy finom gyümölcs belőle, vagy pedig a másik, amelyiket aszolni tettek, mert annak is ugye a savanyú fajták kellettek. A lényeg az, hogy hozzákezdtem egy ilyen gyümölcsös létesítéséhez, olyanhoz, ahol ezeket a régi fajtákból egy-két példányt oltok, hogy ne vesszenek ki. Minden 81 fajta almán van ebben a gyűjteménykertben, 62 körtén, azon kívül 16 szilva, cseresznye, azon kívül tanulmányoztam mondjuk ennek a termesztési módjait, az oltásokat. Azzal az értelemmel, hogy ezek mind agrárértékek, amelyeket meg kell őrizni, és a másik pedig, ha az ember utána néz annak, hogy megvesz egy bolti almát, amelyiknek se ízze, színe az van, gyönyörű szép kívülről, mint a kikozmetikázott fehér népek, de amikor az ember beleharap, akkor utána a harmadik már nem az az íze, mint a régi fajtáknak. Annak pedig a rendeltetése megjönne, mert akkor hasznát vették, most is meg lehetne kezdeni az, hogy mire használják. Évente egyszer, október végén, a tél beállta előtt eljön a nap, amikor hazajön a nyáj az esztenáról, és megkezdődik a hazaldás, azaz a juhányás. Mozgalmas esemény ez. A gazdák sorra jönnek az állataikért, a nagy sürgésforgásban pedig a több száz állat közül gyorsan ki kell választani a sajátot. A juhásznak és segítőinek, a pakulároknak azonban ez sem okoz gondot. Ki tudja miről, de a laikus számára teljesen kaotikus forgatagból szempillantás alatt megismerik, kiemelik a soron következő gazda állatát. Thank you.
Bár illakán természetes, hogy nem hagyják egymást magukra az emberek, segítenek, ha a szükség úgy hozza. Van valaki, aki különösen szívén viseli az egyedül élő idősek, és ezzel együtt a falu sorsát is, ő Vera néni. Ő az, akinek szabad bejárása van minden házba. Aki rányitja azokra az emberekre is az ajtót naponta, akik amúgy már csak maguknak vannak, aki megkérdezi tőlük, szükség van-e valamire. Talán ezért is alakulhatott ki az a bizalom iránta, amivel az emberek az utolsó erejükkel még megkérik, vigye el az egész életük során féltve őrizgetett kincseiket, és rakja ki az otthon berendezett kis múzeumába, hogy mindenki láthassa, hogyan éltek én lakán az utóbbi századokban. Vera néni múzeuma pedig lassan gyarapszik, ahogy a lakosság is lassan elfogy. De az itt látható tárgyak biztosan megmaradnak én lakán, és az arra járó vendég egy jó meleg teja vagy egy pohár pálinka mellett megismerheti belőlük a falu történelmét. A változás után hazajöttem, hogy öreggondozással foglalkozzam, mert az emberek ráébresztettek arra, hogy csodálatos velük dolgozni, szeretettel fogadnak, ha szeretettel megyünk feléjük. Ha segíteni akarunk, ők is szívesen felelnek vissza rá jó indulattal, viszont részese kell legyünk az életüknek, mindenfajta életüknek, örömüknek, bánatuknak, és úgy érzem, hogy nem tudnám elhagyni őket, amíg még 2-3 öreg van a faluba, akkor se tudnék elmenni. Ezek az emberekért érdemes dolgozni, érdemes életüket felvállalni, és érdemes azt a tüzet éleszteni, ami nem szabad kialudjon. Nem hiszem, hogy én lak a pislogó tüze ki fog aludni. Éleszteni fogjuk mi, azok, akik idejönnek és értékelik, azok, akik nem is tudnak idejönni, csak látják, azok, akik segítenek. Így, mikor bekerültem a családokba, bizalommal, bizalmasan fogadva, egy gondjuk volt a betegségük, öregségük, egyedüllétük, magányuk mellett, hogy mi lesz azokkal a tárgyakkal, ami már nem szükség városra, a modern unokák a modern lakásukba nem szívesen teszik be nagyanyó szőtteseit, nagyapó harci eszközeit, amire azok olyan büszkék voltak egész életükön keresztül. És akkor jött az ötlet, hogy gyűjtsük össze. Én megőrzöm, megőrizzük az idegeneknek, az utókornak, a látogatóknak, az érdeklődőknek, hiszen annyi gyönyörű dolog van, amit tettek, és amit mi még közel se tudunk, még megmutatni se tudunk, hogy csinálták. Itt van egy magyar ruha, ami nem a népviseletünk közé tartozik, de kedves volt nekünk, és kedves marad emlékeinknek az öreg néni után, mert neki fiatal korában, akkor, amikor a történelem úgy hozta, hogy a magyar katonaság bevonult Erdélybe, itt ment Etéd és Keresztúr között mentek el a húszárok, szekerekre ültek a fiatalság, felöltöztek magyar ruhába, és bementek a katonákat, húszárokat köszönteni, virágcsokrokkal, házi kenyerekkel, különböző finom ételekkel, tésztákkal, ami akkor megtalálható volt az éléskamrában. Ez a ruha ott járt, gazdájával együtt, akkor a gazdája hajadon volt, most már elhalt. Ő kérte meg, hogy a lelkinek a legdrágább ez a ruha, és addig meghalni se tud, amíg úgy érzi, hogy valaki meg nem őrzi neki emlékeivel együtt, mert neki a legnagyobb boldogságos büszkesége az volt, amikor az éneklő lányok bemehettek, és a magyar katonáknak adhattak virágcsokrot, és fogadhatták teljes szívükből, teljes lelkükből őket, hogy ide jöhettek.
firtos tündérei ortalma alatt, ahol a gondviselés úgy szunnyadóba van, nem aludt el, nem szabad hagyjuk, hogy elaludjék, hanem őrizni kell, gazdagok vagyunk mi kultúrában, szokásokban, hagyományunkban, élnek a régi mondák, szokások, mesék, arra kérem az erre jövőket, arra kérem, akik a kultúrát, a hagyományt ápolják, vigyék a nagyvilágba szerte, hogy őrizzük itt a tüzet, őrizzük azt az otthont, nem hagyjuk elveszni, akik erre jönnek, szép tájainkon, csodálkozva, örvendezve velünk, hogy nézzék meg és értékeljék úgy, hogy sok keserves verejték van abba, sok szeretet, sok gondoskodás, sok aggodalom, sok öröm, sok gyász, sok minden van abba, hogy mi csak ennyien maradtunk, de kulturális örökségünk óriási, és úgy érezzük, hogy ez nem eladó, nem kiadó, hanem gyönyörködtető, legyenek részessei a nagyvilágba, magyarok s nem magyarok, hogy Székelyföld erős és konok, és tartsuk a tüzet, őrizzük a tüzet, mindaddig, amíg ember élet állja. Bátran pályázhatna a falu legismertebb arca címre egy mindig mosolygós, lendületes fiatalember, Dancs Alpár. Aki járt már itt akár csak egy napra is, vagy szeretne pár éjszakát eltölteni én lakán, az biztosan összefut vele, hiszen ő az, aki folyton jön, megy, szervezkedik, talán egyszerre három helyen is ott tud lenni. Övé a kisbolt, de ő intézi a vendégházak és valahol talán az egész falu életét is. Ő szervezi a falunapokat, a szüreti bált és minden fontosabb eseményt. Nem tudni, honnan merít ennyi energiát, de akit megkínál a pálinkájából, az megsejthet valamit a titokból. 1978-ban születtem itt éjnokán. A szüleim, mint lelkészként 1972-ben került apukám ide éjnokára, és itt jártam az 1-4 osztályt, akkor még működő iskola volt itt éjnokán is. Utána Szent Ábrahámra kerültem nagymamámhoz, ott végeztem az 5-8 osztályt. Utána meg Székelykeresztúron végeztem a középiskolát az Orbán Balázs Elméleti Liceumban, és utána aztán megpróbáltam mindenféle ilyen szerencsét próbálni, ugye, tehát kis Budapestre kerültem én is, tehát többek között egy ilyen nagyon jó céghez, tehát jó fizetéssel, jó munkahely volt, minden, és ott voltam, 8 hónapig ott dolgoztam, aztán rájöttem, hogy nem az igazán az én hivatásom, meg nem is éreztem jól magam annyira, tehát maga a pénz egy kicsit csábító volt, de rájöttem, hogy nem ez a lényeg, amitől az ember boldog tud lenni egy életben. És akkor eldöntöttem, hogy itthon fog vállalkozni, vagy valamilyen olyan megélhetési lehetőséget szerezni, ami másokon is segít valamilyen szinten, de a falun is, hogy picit az emberek itthon maradjanak, kicsit jobb megélhetés legyen belőle. Úgy érzem, hogy össze is jött valamilyen szinten. Van ez az unitárius templom, és ezért egyre több ember akkor is már bejött, főleg külföldiek, turisták, és nem volt alunni, tehát nem volt meg a feltétel, nem voltak fürdőszobák. Kipattant az a dolog a fejemből, hogy hát csináljunk egy ilyen vendéglátást itt a faluban. Hát először hihetetlen volt, mert mindenki azt hitte, hogy megbolondultam, nem tudom, mi lett velem, hogy ide ki a fele fog jönni. És egy-két év után, igaz, elég sok hirdetés, meg így szájról szájra ment a hír, és annyira jó bevált a dolog, hogy végén már szinte veszekedés lett a vendégekért, hogy melyik vendég, ki hányat fogad évente, hogy legyen. Még elég jó befektetés is volt, aztán sikerült házakat vásárolni közben, tehát visszaforgattam mindig ezt a kis jövedelmet, úgyhogy most már 60 főt tudunk befektetni kényelmesen, tehát külön szobánként, fürdőszoba van minden házhoz, és egyre többen kezdtek jönni, tehát olyan vendég van, hogy már 13 szokott itt, és mindig most is jönnek évente kétszer is, tehát pihenés, meg programokat szervezek neki, és a faluban is megélhet, és egy pár asszony itt a főzésbe segít, meg itt dolgozik. Azon kívül van egy kis üzletem a faluban, ami ellátja a falunak az igényeit. Először, aki idejön, az mindig úgy érkezik, hogy bejön, megnézi a falut, falu templom,
falu szerkezet, házak, emberekkel elbeszélget, és akkor annyira megtetszik, hogy visszajönnek egy több időre. Átlagban 3 nap, 1 hét, első nap egy kis pihenés, lovasolás. Másnap elmegyünk ki a firtosba ilyen lovaskocsival, amit lehet itt a faluból béreljük a lovakat, és a kocsist is, és kivisszük a firtos hegyre, ami 1064 méter magas itt a firtos lovához. Lehet elmenjünk Eszten a látogatás, sajtcsinálás, sajtkészítés, jósajt, birkasajtkészítés. És olyan is volt, hogy itt esküdtek meg Mártát. Szeptember végén ismét egy mozgalmas nap jön el én laka életében. Ilyenkor rendezik ugyanis a falunapokat. Már korán reggel indul a műsor. A fúvós zenekar házról házra járva ébreszti a lakosságot, akik egy kis pálinkával hálálják meg nekik, biztosítva ezzel a jó hangulatot. Többszörösére nő ilyenkor a falu népessége. Nem csak az elszármazottak jönnek haza látogatóba, de a szomszéd falvakból is átjönnek a fiatalok. Manapság pedig egyre több turista keresi fel ilyenkor az őszi színekbe öltözött én lakát. Én laka évszázados házai, idős lakosai szerencsére ma sincsenek elveszve a nagy székelyföldi rengetegben. Ismertek ők szerte a nagyvilágban. Az ide látogatók viszik a hírt róluk haza, elmesélik az itt szerzett élményeiket, hogy aztán mások is jöjjenek, egymás kezébe adva a vendégházak kilincsét, hogy ők is megélhessék azokat az érzéseket, amelyeket a firtos apró falvai tudnak nyújtani. Én laka remélhetőleg soha nem fog kihalni, de addig legalábbis biztosan nem, amíg ez így megy, így mehet. Bár távol esik ez a falu mindentől, úttól, várostól, de talán éppen ezért maradhatott meg olyannak, mint amilyen évszázadokkal ezelőtt volt, és megmaradt benne a székelység kicsiny, de erős nemzettudatú magja is. Firtos alatt az én falum, én laka, ott fehérlik az én babám szép lakja, a határa sivár kopár kőverem, a faluban te sok szép kislány terem. Firtosi szírt alatt forrás csörgedett, az én szívem a rózsámért epedett. Olyan tiszták a forrásnak habjai, mint szívemnek érted égő vágyai.